üdvözöllek titeket a Sminksói következő részében. Mihán elindult a nyár, végre itt a fesztivál szezon, ezért úgy gondoltam, hogy ma fesztivál sminket fogunk készíteni. Megcsináltam már az alapozásomat, a szemöldökömet, és egy kisebb mennyiségű highlighter is van az arcomon. A hajamat is méltóan előkészítettük erre a Tajpi hajszalomban. Ezután is köszönöm Roxynak a frizurámat. Első lépés, Urban Decay Primer Potion, mint mindig. Turbo Steam-e a Blending Brush, a nagy satírozó ecset és a Morphe Day Slayer 15D palettájából fogom kivenni ezt a narancsos színt innen. Short Shader, a kis szemhéjelnyeló, és a Naked Trail of This palettából fogom kivenni. Ez az Angel Fire nevű színt innen. Következik ez a kis satírozó, a Cher Turbo Steam-es és a Violet Voss palettából fogom ezt alkalmazni. Turbo Steam-e Eyeshader, ez a nagyobb szemhiányoló ecset és az Atelier-nek a T23-as palettájából veszem ki ezt a rózsaszínt. Catherine Waterproof Deep Liner. Ez egy ilyen filces végű ecsetes, de kemény ecsetes, filces fekete tus. Anasztázia Beverly Hills Dream Glow Kit, mert nem volt még elég belőle. Ez az unikornisos szín. Ezt a Nemo matrust fogok használni, ez a 08-as, eszméletlen pink színe, amit láthatjátok. A rózsaszínt egy kicsit közelebb hozzam azzal a narancsárgával. Egy nagyon pici Kryolan multigéllel csillámot fogok ragasztani ide a számra. És akkor a mitől lesz igazán fesztiválos? Ez a fesztivál is még nyilván attól, hogy mindjárt itt csillámokat ragasztok még a homlokomra is, a szememre is, illetve egy kicsit bele fogom vinni a hajamba is. Játszós ecset, csillámpor, Vanilla Glitter Glue, egy picit ide a szemhéjamra. Nem gyűrődik a felület, már a Kryolan Multigélt használom.
A hajamba pedig hajzselével fogom rakni tovább a csillámot. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Természetesen most is készültem nektek nyereményjátékkal és akciós kuponkóddal is. Ha már mostanában annyira sokat beszéltünk a csillámokról, a Benai Glitter Glue-t tudjátok most megvásárolni akciósan webshopomban. Nyereményjátéknak pedig azt találtam ki, hogy írjátok meg kommentben, hogy melyiket szeretnétek jobban megnyerni, ezt a Catinelli vízálló szemhéjtust, amit használtam, vagy pedig a 08-as Aizen You Pink matrust. Valamelyiket kisorsolom majd a kommentelők közül. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, lájkoljátok a videót, ha tetszett, írjátok meg kommentben, hogy ti milyen sminkkel készültök idén és milyen fesztiválra mentek, írjátok meg minden kommentben, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel csatornámra, és természetesen gyertek vissza jövő hét hétfőn is, hiszen a smink suli folytatódik. Két smink suli rész között pedig majd folyamatosan lesznek videóim, úgyhogy nem csak hétfőn kell visszajönni, gyertek minél többször és sűrűbben, sziasztok!